Kedves kőbányaiak! A fogyasztói társadalom megszokott képe, ahogyan karácsonykor megkezdődik a vásárlási káosz, tele vannak a bevásárlóközpontok, aki teheti, halmozza az ünnep külsőségeit. Fényárban úszik minden, karácsonyi dalok nyomják el hétköznapjaink megszokott hangjait. Időnként annyira, hogy talán egymás hangját sem halljuk. Idén kicsit más az ünnep, kevésbé fényes és talán kevésbé hangos. És én azt hiszem, hogy jól van ez így. Mert ha kevesebb a fényfüzér, könnyebb észrevenni azt az egyetlen utat mutató betlehemi csillagot. A 90-es évek elején megkérdezett engem az akkori igazgató, hogy nem vállalnám-e el, hogy helyettes legyek mellette. Hát akkor nemet mondtam, és jó 15 év múlva volt az, hogy azt mondtam neki, hogy akkor esetleg térjünk vissza ehhez a gondolathoz. Nem akartam akkor még elvállalni, mert annyi minden mást szerettem volna csinálni, és tudtam, hogy ez egy teljes lekötöttséget jelent. Bár kívülről nézve azt hiszi az ember, hogy minden csak szervezés és tervezés kérdése, de ez az iskola vezetői munka, ez tényleg ez 24 órás. Csámbaló művész vagyok, és több intézménynek is vagyok az oktatója, így a Kró György zeneiskolában is tanítok csámbalót, illetve korepetálok, és van egy kis barokzenekar, amit vezetek az idei tanévtől. Népi fúvós hangszereken, klarinéton, tárogatón játszom, emellett tamburákon, főleg tambura kontrán és népzene tanár is vagyok itt a Kró György zeneiskolában. 2012 tájékában, most nem emlékszem pontosan, a 15 éve, most már napjainkban 15 éve, éppen most ünnepelte 15 éves jubileumi fennállását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszéke, és oda iratkoztam be, azt végeztem el 5 év alatt népi fúvós szakon.